Májustól egy nagyszabású, közös akció veszi kezdetét a Szimbiózis Alapítvány és egy miskolci tapaszbár között. Egyrészt az alapítvány termékei, a sajtok, lekvárok, szörpök felkerülnek a vendéglátóhely étlapjára. Másrészt egy támogatói akciót is indít az étterem, amelybe a vendégeket is bevonja. Minden pohár és üveg sör elfogyasztása után 20 forinttal támogatja majd a civil szervezetet. Mindenki, aki vesz sört, ez üveges, csapor, teljesen mindegy, kap egy kupakot. A kupakok pedig pénzt érnek majd. A miskolci tapaszbárban sört fogyasztó vendégek így támogathatják a Szimbiózis Alapítványt. Az akcióról sajtótájékoztatón számoltak be, ahol az üzletvezető elmondta, fontos számukra, hogy egy helyi közösséget támogassanak, aki sokat tesz a rászorulókért. Egyelőre egy hónapot tűztünk ki célul, itt megnézzük, bízunk benne, hogy a vendégeknek is tetszeni fog és részt akarnak benne venni. Hogyha sikeres, akkor szerintem tudunk hosszabbítani is rajta, illetve maga az akciónak a lényege az, hogy a kedves vendégek, hogyha eljönnek hozzánk és fogyasztanak, itt kifejezetten ugye a sörfogyásra hangoltuk rá a dolgokat, akkor jelképesen egy sörös kupakot kapnak, mind a csapoltsör mellé, illetve hogyha üvegest vesznek, akkor is, és ezt egy gyűjtőládába tudják bedobni. Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány kuratóriumi elnöke a társadalmi szolidaritás innovatív formájának nevezte az együttműködést. Nem csak pénzt adományoznak a civil szervezetnek, az alapítvány által készített sajtokat, lekvárokat és szörpöket is felveszik az étterem kínálatába. Ennek pedig fontos társadalmi üzenete van. Minden területen fogyatékos emberek és megváltozott munkaképességű kollégák dolgoznak, ők munkaszerződéssel, tehát adófizető polgárok, de az, hogy el lehet hinni, hogy ezek minőségi termékek, és azzal, hogy egy ilyen elit helyre bekerülnek a mi termékeink, azt az üzletet hordozzák, hogy teljesen megállják a helyüket a piacon, tehát el lehet hinni, hogy a fogyatékos emberek is képesek teljes értékű életet élni és teljes értékű termékeket gyártani. A kihelyezett üvegben a pulton már gyűlnek a kupakok. A támogatói akció egészen május végéig tart. Az étterem célja, hogy helyben előállított élelmiszereket tartalmazzanak a sörök mellé felszolgált fogások. Így találtak rá az alapítvány termékeire, amelyek néhány kilométer távolságból, a Baráthegyi Majorságból érkeznek a belvárosi tapaszbárba.